Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kicsit kakutójásnak érzem magamat a mai napon. a tudomány képviselői között kell szólnom a Pálosan történetének egy, nagyon közeli szakaszáról, közelmúlti szakaszáról. Állatorvosként dolgozom, tudományos életben nincsen jártasságom, előadás, előadási tapasztalatom sincs, úgyhogy ezért előre is elnézést kérek önöktől. Másrészt a, a témaválasztás is ugye egy picit kakuktojás az, az, előző témákhoz képest. A régi korok pálos története elevenedett meg előttünk az előző előadásokban. Most viszont közelmúlt története, egy, kettő, három emberöltő távolságba lépünk csak vissza, illetve azokról az, azok a személyek, azok a szerzetesek, akik említése kerülnek az előadásban, még hál' Istennek közülük élők sorában tisztelhetünk néhányat, illetve közelmúltban uh, uh, hunytak el. Kezdjük is akkor. Uh, három előzmény diám lenne. Először a uh, visszatelepülésig uh, lépnék vissza. Ez uh, uh, ugye a uh, mai napon elhangzott már az egyik előadásban, hogy uh, Ö, ugye a rendet feloszlatták, a Másik József 1786-ban. Ez köztudott, köztudott az is, hogy Másik József vissza vonja ezeket az egyházat érintő rendelkezéseit haláloságyán, viszont az nem annyira köztudott, hogy első Ferenc utódja uralkodása alatt az összes többi magyarországi rend működési lehetőségeket kap újra a Magyarország területén, a Magyar Királyság területén, viszont a Pálos rend nem kap működési engedélyt. Ennek majd a későbbi korokban kommunista rendszer alatt párhuzamát, párhuzamát majd láthatjuk hogy ugye 150 évet kellett várni, 16 lengyel szerzetes és magyar szerzetes érkezik vissza 1934-ben Magyarországra, ugyanannyian a hányan II. hogy Nagy Lajos király uralkodás alatt 1382-ben Csensztóvában megérkeznek. A dinamikus fejlődésnek indul a rend, Besnyő Gyula tartományfőnöki megbízott 1944-ben a Fehérbarát rendi folyóiratban, ugye tíz évvel a visszatelepülés után egy összegzést ír a visszatelepülés sikerességéről. Ugye három kolostor működik, akkor Pécs, Páloszentkút és Buda, valamint ugye már bizonyos anyagi támaszsal is rendelkezik a rendes oltvatkerti szőlő, illetve gazdaság tekintetében, amely ugye biztonságot ad a kolostrok anyagi működéséhez, és ugye nem utolsó sorban, ugye a, a, a hivatások tekintetében 15 magyar származású szerzetes, 15 szegítő testvér és 18 jelölt ö, tehát büszkélkedhet már a rend. Ugye egy 1948-ból van egy adatom, akkor a 1948-ban a magyar ö, országi ö, szerzetesek, beleértve a női és férfi szerzeteseket, 11 ,000, közel 11.500 főt tesznek ki. Tehát alapvetően ez egy maroknyi ö, csapat, ez a, ez a Pálos szerzetes közösség, viszont, ö, viszont szépen látszik a, a visszatelepülésnek a sikere. Előzményekként megemlíteném a szerzősendek feloszlatását. Ugye ez a dinamikus fejlődés megtöri a kommunista rendszer kiépülése. Előszobája a szerzősendek feloszlatásának a 50. július 9-e események, amikor közel 2000 szerződest kényszer lakhelyre távolítanak el a déli hatásából, a titói, a, 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 a titói Jugoszlávia közelsége miatt. Ennek részese a Pécsi Kolostor is, Vácra kerülnek. Galambos Kálmán atyát azért említeném meg, mert az ő halála ehhez a deportáláshoz, kitelepítéshez kötődik. ekkor már nagybeteg ágyban fekvő Parkinson kóros szerzetes. Rendtársai ápolják, mivel ugye őket elviszik, ott marad egyedül, őt nem viszik magukkal bár megígérik az ávósok, hogy, hogy majd gondoskodnak róla, ez nem történik, meg ápolóorvosa szállítja, másnap délután találja meg, és szállítja be a Pécsi kórházba, egy hónap múlva meghal feltételezhetően a, a, hát a körülményeknek, ami egy, ami egy állami zárt intézetben volt. Szeptember 8-án feloszthatják a szerzetesrendeket, gyakorlatilag teljes vanyanát elkopozzák a pálos is, ugye a Pécsi Rendházból ápolói központ, le, ápoló nő, nő, nővérek nővérszállás lesz a, a, a Sziklatemplomból, a Balettintézet a, 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 a kollégiuma lesz, és a Páloszentkúti rendházból pedig óvodai és iskola lesz. A szerzetesek azok még maradhatnak a templomokban, albéretbe kell költözniük. Plébánosként, káplánként, templomigazgatóként, kántorként még tevékenykednek tovább, de, de már de, már, de, de, de nem, mint pálos szerzetesek. Itt még hozzátartozik az 50-es eseményekhez, szintén a későbbekben jelentősége lesz ennek is, azért említem, augusztus 28 és szeptember 1 között meg történik egy sikertelen határátlépés, három fiatal pálos szerzetest, a rendi vezetés megpróbál külföldre menekíteni, ugye ez a jezsuitáknál is megszokott volt ebbe az időbe, hogy a fiatal szerzeteseket, fiatal hivatásokat külföldre próbálják menteni. A határátlépési kísérlet meghiúsul, Bolvári László Pált Vincze László Tihamért és Rauk Attilát elfogják a határőrök, és itt a Bolver László pálnak a személy az, aki igazán fontos, mert ő nagy szerepe lesz a későbbi időszakban a rendnek a klandesztin ágának a kialakulásában. Üh, harmadik előzmény díja, a Grőszper. Ugye a Größper az a Rákosi rendszer egyik legnagyobb uh, egyház, uh, egyházat és katolikus egyházat uh, érintő koncepciós pere volt. Ugye már 50 uh, őszen elkezdődnek a letartóztatások, ugye a Ciszter szerzetesek vannak először, Endrédi Vendelt októberben, uh, uh, tartományfőnököt októberben uh, tartóztatják le. Ezután a, AVH-s nyomozók hét szálat szőnek egy szövetté gyakorlatilag a perben. Egy szál ebből a páloszer hét alpereva lesz a grőszpernek. A pálosperből, ebből a szálból kiemelik a, kiemelnek két ember, Csellár István Jenő tartományfőnök urat, illetve vezérgyörgy Ferencet. Ők a főperben is vádlottak lesznek. Gyakorlatilag a Pálos szerzeteseknek a letartóztatása ugye 51 márciusától kezdődnek. Ugye felmelegítik az AVH-s nyomozók azt a régi szállat, és már ugye tisztázott szállat vezérgyörgy Ferenc életében. Ugye Pálos Szent Kúton, a, a Exlex időszakban, amikor a amikor a, még nem alakult ki a, az új közigazgatási rendszer, viszont a szovjet csapatok már megszállták az országot, ekkor, ekkor e, szovjet katonák, tehát randalírozó, illetve erőszakoskodó szovjet katonáknak a e, halála történik, amiben e, meggyilkolása történik, e, amiben ugye vezérgyő egy Ferencet gyanúsítottként már kihallgatják 46-ban, de felmentik, ugyanezt, ugyanezt veszik elő Igazából 51-ben is. Sajnos ugye nem a látszik azért a visszautalva a, a felvilágosodás korára, sajnos itt sem az volt a lényeg, hogy az igaz, igazat bizonyítsák vezérgyőgy Ferencnek a bűnösségét, vagy a szerzetek bűnösségét, vagy bűntelenségét bizonyítsák, hanem alapvetően el akarták ítélni a pálosokat. Ezen keresztül akarták a magyar, val, magyar vallásos néptömegeknek a csalódását kiváltani, egyrészt a katolikus egyház, Szentesendek, illetve a pálosok irányában, ugyanúgy, mint ahogy a felvilágosodás idején másik József, illetve Felső Ferenc birodalmában sem volt helye egy markánsan magyar érzületű, markánsan magyar nemzeti hogy a nemzetet képviselő szeretesen, de ugyanígy a szovjet Birodalom vonzás körzetében sem volt erre szükség. Ugye a vezér György Ferencet, ez, is, egy közismert információ, halára ítélik, ki is végzik, és, van a Fries néven a 298-as köztemetőben, parcellában, új Rákos -Keresztúri köztemetőben, 298-as parcellájában eltemetik, újratemetése, exhumálás, újratemetése, pedig 2012 április 30-án volt Pálos kútam. Nem ennyire, szintén nem ennyire ö, ö, ismert információ az Ács Ferenc Istvánnak a halála, ehhez az eseményhez kötődik. Ö, ö, Pécsi kolostorban, az helyettesítés miatt bolyóságos atya, láptörése miatt helyettesíti bolyóságos atyát. Nincs otthon, amikor a, amikor a letartóztatások vannak a pálo, pálo, pálos Kolostorban, hanem később tér haza, meghalva az, az információkat, hogy mi történt bolyósatjával, ezért menekülés mellett dönt. következő napokban másnap találják meg a holtestét a mecsakalja cserkút állomáson vonatkerekek között. Ugye a valószínűleg balesetnek próbálták álcázni a avh Ávósok a halálát, ugyanis a, a testén golyónyomokat is találtak. Tapolcán őrzik a hagyományát, szülővárosában őrzik a hagyományát. Hogy a pálos perben, a grősz perhez kapcsoló pálos perben, civilek és pálos atyák 150 év börtönbüntetést kapnak. El is kezdik ennek a letöltését, és szép lassan több részletben 1956 nyaráig amnestiával szabadulnak a rákosi börtönéből. Katagomba rend történetére térnék át. Ugye a katakombát jelzőt azért használom rájuk, használjuk rájuk, mert gyakorlatilag illegális formában, mint az ókeresztények a Római Birodalomban, illegális formában élték meg a rendi köteléküket. A Grószper következménye ugye ez egy nagyon, nagyon komoly behatás volt a rend életében, mind azoknak, akik ugye részesei voltak, és börtönben voltak, őket személyesen, lelkileg és fizikálisan is érintette a terror, a kínzások, de a kint rendtagoknak is ez egy nagyon fontos lecke volt, hogy, hogy számon tartja őket az állambiztonság, és ezek, és ezek, ezek bármikor ezek a pálos szerzők bármikor újra visszavihetők a börtönökben. Nem, nem, csoda Csele István Jenő tartományfőnök négy társával, amikor ugye 56-ban megnyílnak a határok, és ugye elbukik a forradalom, nyugatra migrálnak. A négy tehát ugye a, a itt hamarol közül négy rendtak kivételével gyakorlatilag egyház, egyházmegy és papi tevékenységet nem folytathatnak, civil foglalkozásból kell fenntartani magukat, így, így teljesen széles a paletta, tehát onnantól kezdve, hogy hogy, hogy kántori állás, sekressési állás van, helyezkednek el, lignitbányán dolgoznak, sertéstelepen állatgondozóként dolgoznak, régészeti feltáráson, fizikai munkásként, tehát nagyon-nagyon szertágazó volt azok a, azok a polgári foglalkozások, amikből el kellett tartani maguknak az atyák, atyáknak önmagukat. És akkor itt ugye látszik ebből, hogy ez a terror ez annyira, annyira hatással volt a rendre, hogy a rendnek egy ősi bremete magányban megélt lelkisége kezd dominálni, elszigetelten érdekelnek a szerzetesek, próbálják tartani pálos hivatásukat, viszont egymással már nem tartják a kapcsolatot, és megfélemlítve érdekelnek. Két rendtag kivételez alól, akik ugye a megfelelmítés és terror ellenére mégis, mégis tevékenykedni kezdenek. Az egyik Bolvári László Pál atya, illetve Arató László Botond atya, akik... akik beindul az rendnek egy új hajtása. Bolvár László Pál tevékenysége, ugye csak a, nagyjából az életkora besatszolása miatt 1947. augusztusában szenteli pappá. Illegális már ugye a szabad világban is a cserkészet feloszlatás után illegális katakomba cserkész csapatokhoz csatlakozik hitoktatók, ugye lelkivezetőként, illetve illegális hitoktatást végez. Ugye, ahogy az előbb említettem, a, a tiltott határ lépés miatt két, év börtön, két, évig börtönben tartózkodik, ezután is a börtön büntetése után is aktívan beleveti az ifjúság pastorációba és a család pasztorációba magát, és már ugye az illegális körül körülmények között is terjeszti a rendnek a szellemiségét, és négy leendő rendtagot küld a szemináriumokba. Következő személy Arató László Botond tevékenysége. Ugye első fogadalmát a rendbe 1950. augusztusában teszi le, tehát ő éppen ott a utolsó napokban, amikor már feloszlatják a rend, -rend feloszlatása előtt teszi le a fogadalmát. Ő is az illegális katakomba cserkész csapatokban végzi pastorációs tevékenységet. Ugye Bolvári László pár, Arató László Botond, illetve Ivasicska Mátyás volt a, a triumbirátus, akik, akik a sziklatábort szervezték, rendezték ezeket az illegális cserkész meg, ö, nyári táborokat. Szeminárium évei, ugye érdekes az élet története, ugye három szemináriumot megjárt, Pálos, Pálos kiléte, az állami hatóságok, illetve a egyház számára is ugye tudott volt, ezért több, ugye három szemináriumból is pont ezek miatt az okok miatt eltávolítják, viszont ebben a három szemináriumban nagyon tevékenyen kihasználta a, a és adta lehetőségeket, és, és, arra alkalmasnak vélt, arra ö, rátermett fiatalokat a pálos lelkiséggel megismertetett, és gyakorlatilag ő is több szeminaristát a pálos hivatás irányába vezetett. És akkor ugye Arató László Botont ugye 1953-tól a Katagomba páros már lesz, Bolvári László Pál pedig pedig perjelként tevékenykedik, illetve, illetve amikor Bolyós Rezső Ákos atya börtönben tartózkodik, akkor ő, a, ő viszi a tartományfőnöki megbízotti teendőket. A Fekete Hollók fedőnevű ügy, ez egy fontos mérföldkő a hasonló fontos mérföldkő a katolikus egyház történetében, mint a, mint a, a Ugye ez 1961-ben realizálódik ez a, ez a, ez a nagy ívű titkosszolgálati akció. Ugye már 1960-as évek kezdődően az illegális ifjúság pasztorációban résztvevő egyházi személyekről gyűjtenek információkat az állambiztonságnak a nyomozói. Gyakorlatilag ugye nem elég gyorsan pálatja és botontja a tevékenység, és felkelti az állambiztonság figyelmét. Viszont érdekes, ugye a állambiztonsági szolgálatok történet levéltárában őrzött dokumentumokban azt találtam, hogy, hogy alapvetően nem tudják a, a, pálos, nem tudják, hogy, hogy ők pálos pastorációt is végeznek, hogy a pálos rendet is népszerűsítik, és, és a új hivatásokat vonnak be a rendéletébe. Alapvetően a, a, a ifjúság miatt figyelik meg őket, és a ö, házkutatások után, amik 1961. február 6-án vannak országszerte, ö, akkor ö, azok után az ott lefoglalt dokumentumok alapján ö, ö, jönnek rá az állambiztonság nyomozói, hogy igazából ö, ö, nem, csak, ö, nem csak ifjúságpasztorációval foglalkozott a két atya. Ö, ez a nyomozás ugye mind, mindkét ö, helyszínen, tehát ö, ö, Ákos... Ö, Pálatjána és Botondatjána és ugye váratlanul érkeznek a, 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 a rendőrök, ö, gyakorlatilag ö, teljes ö, iratállományukat lefoglalják, ezekből jól feltérképezhetően gyakorlatilag föltárják a katagomba pálos rendben betöltött szerepüket, azt, hogy, hogy, fiatal rendtagokat léptetnek be a rendbe, és ezeknek a rendtagoknak a lelki gondozásával foglalkoznak. Nagyon fontos, hogy felkiáltó jól írtam magamnak egy, egy levelet. 1960 nyarán ír pálatja instrukció alapján botondatja egy levelet, amelyben próbálják a külföldi, tehát a külföldi illegalitás, ugye emigrációban lévő magyar pálosokat, illetve a, illetve a, a Kolostor, központi kolostort értesíteni arról, hogy mi is történt Magyarország, hogy, hogy, mi, hogy, mi, is van Magyarországon a pálos rendel. Ezt nem tudják kiuttatni az országból ezt a, ezt a levelet, viszont a, ezen a házkutatáson fel, fel megtalálják a, a állambiztonság nyomozói, és gyakorlatilag átiratban megőrizték a levéltárban. Ez azóta elkolult ez a levél, tehát eredetiben nincsen meg Laci bácsinál sem. És gyakorlatilag ez a levél, ez egy nagyon fontos levél, mert ugye ebben az időszakban már nem, tört, nem, nem vezetnek Kistória domuszokat, nincsen igazából írott rend történet. Ez a rend gyakorlatilag a korakádár időszakból, ez a levél az, amelyik, amelyik, a rendtagokról, a rend magyarországi helyzetéről hűen tájékoztat. Alapvetően megkapóan szép a levél, a előadásom címe fehér és fehér kovászok, meg a könyvem, meg a címe, amit ebbe a témába írtam, ugye ebből a levélből, ebből a levélből származik. Hogyha valakit érdekel, akkor ez nyilván egy hosszabb levél, egy előadás Form, ebben az előadásban nincs idő ezt bemutatni. Egy pár darabot hoztam bele fénymásolva, előadás után oda tudom adni. Megkapom szép, ahogyan bemutatja a rendi életet, a küzdelmet. Börtönből 1963. március 24-én szabadulnak amnestiával mind a ketten. A fekete hulló következményei röviden, az állambiztonság feltérképezi gyakorlatilag a, a, pálos rendet innentől kezdve, le is írják különben a feketén fejére, hogy eddig nem foglalkoztak velük, mert azt gondolták, hogy egy megfélemített, szétszúzott rend, nem kell rá időt pazarolni, embert, emberanyagot rá pazarolni, viszont ez megváltozik 61 után, 63 után, három ügynök is, pálos pál, képíró, illetve Lőrinc Fedő nevű ügynökök is jelentenek a pálosokról. Pálos Pál, ő Puhovszki, ő az egyik első pálos, titokban fogadalmazott pálos társaságban Árva Vince Csaba együtt fogadalmaz, képíró, hogy valószínűleg Gyéresi Bila Ágoston pálos szerzetes, őt is ugye börtönben volt Rákosanak a börtönében, megfélemlítették, és az ő, ő szobáját, ő, ő, ő környezetét teljesen bepoloskázzák és megfigyelik, illetve a Fedő nevű ügynök, az pedig meglepő módon Arató László Botond, igazából azért merem így kimondani, mert önéletezi könyvéből ő ezt már feltárta, alapvetően ugyanazt a párhuzamot mutattam itt ki, amelyet a Bánkuti Gábor a jezsuitákról írt történet munkájában feltár, ott Kollár Ferenc a tartományfőnök az, aki, az akit beszervez a, a, az állambiztonság, és nagyon gyorsan kiderül, hogy két kulacsos ügynök, tehát ide is jelent, oda is jelent, igazából szerzésre használja ezt a, ezt a kapcsolatot. Laci bácsi is gyakorlatilag a könyvében is, illetve a személyes interjúban is ezt mondta el, hogy, hogy egyrészt innentől kezdve megszakította a, a, pálosokkal a kapcsolatot, másrészt pedig föltérképezte föl, föl, föl ő is a ügynököknek, a, vagy a, a, tiszteknek a, a, a kérdése alapján, hogy mely, milyen irányban próbálkozik a információt szerez az állambiztonság. Ugye, ugye a és minimalizálja és felfüggeszti rendi tevékenységét, és 1964 után már nem történnek új beléptetések a pálos rendben. És akkor végezetül lenne három dia még a klandesztin pálosok életéről. Ugye a klandesztin pálosok elnevezés Paskai László bíborosútól származik. Ugye a klandesztin pálosoknak azokat a pálosokat nevezzük, itt definíció szerűen felírtam a diára, tehát a szeres rendek felosztatása után jelentkeztek a katagonba pálosrendbe, a szétszoratás miatt hagyományos novinciádós nem tudtak végezni, és a pálosrendi közösségben is csak lélekben, tehát gyakorlatilag fizikálisan nem éltek pálosrendi közösségben a rendszerváltásig. Ugye ők általában Egyházmegyés papi ö, ö, engedélyt kaptak, valamelyik vidéki vagy budapesti egyházmegyei szemináriumban végeztek. Ö, papi ö, működése engedélyt kaptak, tehát ők plébánosként, ö, káplánként, majd plébánosként működhettek. Az állambiztonság tudotta, ö, Pálos ugye a 61-es házkutatás után tudotta, Pálos... Ö, fogadalmukról, viszont, viszont mivel páros hivatásokat titokban élték meg, politikai aktivitást nem fejtettek ki, tehát a páros az remete magányban maradt meg, ezért alapvetően engedték őket működni, szorosan kéz alatt tartották, ugye borsos József atya is beszámolt erről az interjúban, amit vele készítettem, illetve Imre János Csanád is beszámolt erről, hogy, 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 időnként, időnként megjelentek nála, és érzékeltették velük azt, hogy, hogy pálos, pálos, szerzetesek, és hogy ez, ez igazából emiatt ők, ők, ők vonhatóak is lennének jellemző volt rájuk, hogy így a pálos, katagomba pálos rende jellemző volt, hogy két, ez a két ága, tehát a, a még a szabad rendi működésénél fogadalmat tett ága, illetve a, illetve a klandeszin titokban fogadalmazott ága az egymás mellett, egymástól elkülönült, elkülönül, elkülönülten élt, a, szerz, a kereten kívüli szerzeteseken nem tartották kapcsolatot, egy-két kivétel van, csak a homonnai Sándor Miklós atya engedte meg, hogy vele találkozzanak, de volt olyan, aki például a Bolyós Ákos atya, aki, aki kifejezetten elzavarta, vagy Arató László Botont is beszámolta, hogy kifejezetten elzavarta a, a fiatal pálosokat, hogyha klandesztin pálosokat, hogyha megpróbáltak vele, Velük kapcsolatot teremteni, nyilván ez az ő védelmükben történt. Évente megrendezett Fehér Napok rendezvényen találkoz, találkozgattak, ez általában egy-két egy hétig tartó rendezvény volt. Ugye 1953-tól rendezik meg, kutatásaim szerint, ezeket a, ezeket a Fehér Napok páros rendezvényeket. Itt itt, na, itt is szerte ágazó, hogy hol történtek, meg ereinte ezek a mecsekben, illetve az ország szerte cserkésztábornak, indián cserkésztábornak álcázott összejövetelek voltak, későbbiekben már a például a Borsos atya plébánián úszán Margitán jöttek össze az atyák, illetve, illetve ha lehetett már akkor egy füzéren is, például a a, a plébániáján, de későbbiekben már külföldre is, Csensztovába, illetve a Zakopáni Pálos üdülőben is történtek ilyen, ilyen találkozóik. Ebben az egy-két egy hében élték meg igazából a, a kolostori szerzetes közösségnek a, 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 légkörét. Ezek, nem, ezek a fehér napok, ezek nem rendi káptalanok voltak, itt döntéseket nem hoztak, hanem egyszerűen örült Egymásnak együtt imádkoztak, együtt mondták a zsolozsmát, és, és gyakorlatilag ebből az, egy, ebből az egyhetes rendezvényből merítettek e, e, újra erőt a pálos hivatásukhoz. A, ennek a pálos közösségnek, ennek a klandesztin pálos közösségnek a rendszerváltás éveiben növekszik meg a jelentősége, ugyanis e, e, abban az időszakban, a 89-90 környékén, ő középkorú éveikben lévő, 40-50 év körül lévő, nagy leki tapasztalata rendelkező papok voltak, és ez adja felbecsülhetetlen jelentőséget a magyar pálosrend pálos életében, ugyanis egy pici számolunk, ugye a Bolyós Ezső Ákos atya, illetve annak a az a generáció, aki, aki, ugye még a szabad működés idején fogadalmazott, ők azért megöregedtek a 90-es évek elejére, gyakorlatilag ők ugye a 90-es évek közepére, vagy lebetegednek nagyon, tehát egészségi állapotok miatt, illetve, illetve illetve elhaláloznak sajnos. Tehát gyakorlatilag ez a, ez a, ez a klandesz pál, pálos csapat, az, aki a az, aki 90-es években át tudja venni a rendnek a, a vezetését, és tevékenyen részt tud venni a rend életébe, és ezáltal ugye a napjaink pálos hivatásai között hidat tud képezni, és a, úgy ugye a, a visszatelepés utáni generációk. Ö, ö, Népsor, ugye, társaságával. A névsort azt föl, 12 atya van, akik akik mondhatnánk azt, hogy megélik a, a, a 12 klandeszteni párosok, akik megélik a rendszerváltást. Ez ugye nem igaz, mert Szíbert Imre András atyánál ugye, kereszt van, Ő sajnos a 70-es években egy autóbalesetben életét veszti, de a 11-en élik meg a klandesztin párosok közül a, a rendszerváltást. A, 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 dőlbetűvel szedettek azok az atyák, akik, akik ugye fel is veszik pálos hivatásokat és rendházakba, élik tovább az életüket, és a rend építésében vesznek részt. Ács István György atya, ő az egri segédpüspök volt. A rendszerváltáskor ő megtartja ezt a hivatását, és ő ezt ő ebben működik továbbra is, és Farkas Béla Tamás atya pedig, azt mondjam, jól emlékszem, akkor szexádi plébános, Szexádon volt plébános, és, és ő is megtartja ezt a, ezt a hivatását, de, de a többiek azok, azok, azok visszatérnek, vagy be, ugye rendházakba költöznek, és erősítik a magyar rendtartomány életét. Uh, utolsó diaként uh, egy, csak egy idézetet szeretnék uh, fölvillantani. Ez ebből a levélből van, amit ugye itt említettem az előadásom derekán. Ugye Arató László Botond írja 1960-ban. Uh, gyakorlatilag ez a mondat szerintem nagyon szépen uh, visszaadja azt a küzdelmet, azt, a, azt, az életet, amelyet, amelyet a Kádár rendszer évtizedeiben, uh, a Rákos rendszer, illetve a Kádár rendszer évtizedeiben éltek a, a szerzetesek. Tehát életünket nem a ruha és az épület szabja meg, hanem a fogadalom és az ebből fagadó komoly törekvés Isten akaratának megvalósítására. Akkor köszönöm a figyelmüket.